Gyakorló apuka vagyok, és mint ilyen részt veszek, vagy vettem, és gondolom fogok is részt venni szülői értekezleteken. Az emberi együttlétnek egy nagyon különös szférája ez, ahol különféle típusú versenyzők szólalnak meg, lévén a szülői értekezletek általában munkaidő után, úgy játék, mindenkinek elég vastag a bőr az arcán, hogy elrabolja a mások drága szabad idejét. Általában ezek a hozzászólások nagyon lényegesek, nagyon velősek. Hát egy csokorra valót szeretnék inkább a típusokból bemutatni. Van a jól ismert, az anyagias. Zsizsik apuka vagyok, a Zsoltikának az apukája. Kérem szépen, én szerényen ültem idáig, de most már úgy érzem, hogy szólnom kell. Hát az idén 5-5-ször hozunk be az iskolába 870-et rágcsáló írtásra. Jó. Hoztunk be rongyokat, mert ugye rongygyűjtés volt. Jó. Hoztunk be újságot, mert újsággyűjtés volt. Jó. Mi hoztunk be filodendront, hogy egy kicsit otthonos legyen az osztály. Jó. Mi tanítjuk odahaza a gyereket, mondom, mi tanítjuk odahaza a gyereket programozásra, mert gyesen van a matek tanárnő. Jó. Személyesen szereztem be a biológia szertárnak Tirgumuresből egy tarajos gőtét. Jó. Hoztam egy jó igazgatót Hódmezővásárhelyről a Hódiködből, mert a réginek lejárt a szabatossága. Jó, de kérdem én mindezek után, mit kap az államtól az én gyerekem, jó? Vagy itt van például egyik ősünk, a halász-vadász-gyűjtögető életmódot folytató apuka, aki a rendszeres pénzbeszedéssel valami kántorra vagy sekrestésre hasonlít leginkább. Mielőtt elmennének, kérem, hogy a szülői értekezlet után mindenki maradjon itt, és ragadja meg a pénztárcáját. Ildikó néni ma 63 éves. Na most én arra gondoltunk, hogy kifújjunk neki tojásokat. És akkor a Blazsovics apuka megpatkolja. De itt volt egy ellenvélemény, hogy vegyünk neki egy szép csehszlovák kristálykeserűt. Na most én ebben mi nem foglalok állást. Döntsék el a szülők, hogy mit adunk Ildikó néninek. Csak azt kérem, hogy gondoljunk arra, hogy a látása már bizony nem a régi, és ne vegyünk neki ismét harisnyaladrágot. Na most örömmel közlöm, hogy a Rubolt Béla optikus apukájánál elkészültek az egyenszemüvegek. Aki nem tudná, úgy döntöttem tünk a múltkori szülői értekezleten, hogy mindenki szemüveges lesz az osztályban. A keret hőre lágyuló. Úgyhogy 420 forint 50-et fogok majd beszedni. Egyébként csak közlöm, hogy a múlt hónapról Somogyi apukának 1490 forint elmaradása van. Nem várhatunk tovább, ugye? Intézkedtünk az illetékesek felé. Somogyi apukának le fogják tiltani a fizetését. Viszont jó hírem van Homokaiéknak. Utána érdeklődtem, el tudunk fogadni dollárt is. Úgyhogy el lehet indítani a hitelakciót a Chase Manhattan Banknál. Végezetül csak annyit, hogy nem tehetek kivételt, úgyhogy a Platner papáék határidő átütemezési könyörgő kérvényét tekintsük semmisnek. Aztán itt van a megilletődött, a mindig síró, szipogó, a helyezkedő. Margóka nénike. Én a Rózsa Gyurinak vagyok az anyukája. A múltkor betetszett írni az üzenőbe, hogy a Gyuri már megint nem tudja, hogy melyik a kakukk tojás.
Az nem lehet, Margóka néni, mert mi átvettük vele a kakukktojást. A gyerek még éjszaka álmában is meg tudta mondani, hogy melyik a kakukktojás. Átmeneti rövidzárlatról lehetett szó csupán. Tudom, nem egy észlény a mi Gyurink. Otthon is többször észreveszünk, hogy kikapcsol. Hogy háttal ül az ebédhez. De a főzelék után mindig megmossa a csilláról frissen szedett villanykörtét. És végül itt van a másik, a nagyhatalmú, aki mindig mindent el tud intézni. Nevezzük csak tábornoknak. Szülő elvtársa, galamb elvtárs vagyok. Hogy megnyugtassam a kedélyeket, minden el van intézve. Kérem szépen, a kirándulás a következőképpen fog kinézni. A gyerekek bevonulnak 5 óra 40-re a Magyar Hajó és Darugyár kultúrtermébe. Itt vegyvédelmi köpenybe bújnak. És Ceglét Karcag Máté Szalka vonalába felfejlődnek. Fejlődjék az a gyerek! Kovács anyuka panaszára még csak annyit, hogy azért nem süt a nap az osztályterembe, mert a sashegy délután leárnyékolja. Kérem szépen, tessék úgy venni, hogy el van intézve. A szárnysegédem elrepült már intézkedni. Holnap 15 óra 30-kor a hegyen lesz hordva. Itt jegyzem meg, Pandúr anyukának is igaza van. Koszos az iskola épület. Festetni kellene. Kérem szépen, tudunk segíteni. Most kaptunk a varsói szerződéstől bolgár hidraulikus épület kifordító berendezéseket. Jövő héten ide jövünk valamikor, kifordítjuk, aztán már csak be kell fújni kívülről. Nem kell megköszönni, a tanuló népet szolgálom.